A terület, ahol a Dombóvár szőlőhegyi Szent Anna kápolna található, évszázadok óta számít búcsújáró helynek. A legenda úgy tartja, az itt található forrásnál egy csősznek jelent meg Szent Anna, Szűz Mária édesanyja, amint egy kisgyermeket mosdatott. Az épületet 2004-ben újították fel, azóta pedig rendszeresen tartanak ott ismét egyházi búcsukat, katolikus szertartás rendszerint. Gyakorlatilag a szőlőhegyetől költöztünk 1997-ben, de hol vannak gyökereink, szőlőhegy gyökereink a családnak és a rokonságnak itt a szőlőhegyen, és hát minden vágyunk az volt, hogy ide kerüljünk, és amikor ide kerültünk, már ismerős volt ez a kápolna, nagyon szerettük magát a búcsút gyerekkorom óta, és bekapcsolódtunk ennek a kápolnának az életében, és egyre inkább átvettünk feladatokat. 18 évvel ezelőtt aztán sokan a Varga Stadler család kezdeményezése mellé álltak, és az 1700-as években épült kápolna felújításába kezdtek a környékbeliek. Most sikerült összefogni az akkori cégem, ahol dolgoztam, a partneri körét, külföldön és Magyarországon is, illetve helyi lakósokat, hogy megújult ez a kápolna 2004-ben. Tehát egy nagyon abszolút leromlott, nagyon rossz állapotú volt, és mondhatom, hogy akkor mindenki mesterek mellé álltak, és hát gyakorlatilag nagy örömünkre akkor újra szentelték, és innentől datálódik az, hogy igazából kézbe vettük Esküt Norberttal, igazán ő, aki még mellettünk áll, dombóvári vállalkozó, akik gondoskodnak a kápolnáról. De ezt is el kell mondani, hogy ahogy itt elhangzott a mise után plébános úr szavaiban, egyre többen segítenek, és az is nagyon jó, hogy a korábbiakhoz képest a város is nagyon szépen mellé állt a kápolna mellé, holott egyházi tulajdon, de mindenben segítenek. Szent Anna napja a katolikus hagyomány szerint július 26-a. Ez a dátum egyben a nagyszülők és az unokák ünnepe is. Dombóvár Szőlőhegyen az ehhez az eseményhez legközelebb eső hétvégén tartanak búcsút a kápolnánál. Ez a búcsú ez most az egész hétvégét magába foglalta, hiszen tegnap voltak a kulturális programok, egy kis bál a szórakozni vágyóknak, és ma a vasárnap pedig az ünnepi szentmise, ami valóban így van, hogy évről évre nagyon sok embert vonz. Nem csak innét a Szőlőhegyről és a városból jönnek el, hanem mindig érkeznek távolabbról, vidékről is vendégek, akik részt vesznek ezen a már hagyománynak számító Szent Anna búcsún itt a kápolnánál. A vasárnapi mise igazán különleges volt abból a szempontból is, hogy két nyelven hallhatták az igehirdetést az összegyűlt hívek, horvátul és magyarul. Szerencsére egy kedves vendégünk is volt, kollégám Barics Gábriel plébános atya jött el, aki horvát származású, és mivel itt a Szőlőhegyi kápolna környékén, illetve magának a kápolnának a rendbetételében nagyon-nagyon sokat segít a plébániai közösségnek a helyi horvát kisebbségi önkormányzat, és horvát vendégek is érkeztek a mai búcsúra, ezért helyén valónak találtuk, hogy nem csak az, hogy őt meghívjuk, hanem azt is, hogy néhány gondolatot szóljon horvátul is a jelenlévő horvátokhoz. A kegyhely környezete, ahol rendszeresen megtartják a Szent Anna búcsút, különleges tulajdonságokkal rendelkezik, így tartják róla a helyiek. Ha valaki ebbe el akarna mélyedni és belelátni, akkor el kell olvasni a Szepesi László költőnek a költeményét, hiszen a kápolnának az élete összefügg, és azért alakult, mert itt van egy forrás, a Szent Anna forrás, és a Szent Anna forrásnak gyógyító erőt tulajdonítanak, hiszen ez a kápolna már több mint 200 éve épült, és gyakorlatilag ez a kápolna őrzi ezt a forrást, vagy viszont, tehát ha ezt el akarja olvasni, az kellő információt kap arról az egészről, ami igazán megérinti az embereket. Egyébként a mai napig is nagyon jó a vize, és nagyon sokan járnak napközben ide vizért, mondják, hogy kimondottan gyomorbátornak nagyon jó. A 2004-es kápolna felújítást hamarosan újabb követheti. Az egyház és a Szent Anna búcsú szervezői ugyanis már ezen dolgoznak. Mindig van egy ilyen kápolna körül tennivaló, illetve nem csak a kápolnára magára gondolok, hanem a környékére is. Ugye az elmúlt években több kis oltár is épült, ilyen szabadtéri oltár, illetve hát voltak már a régebbi kinti szabadtéri oltárok. És hát mindig van valami, ami megrongálódik, tönkremegy, és egyik évben a kápolnádban belül, máskor pedig kint kell valamit tenni, megvalósítani. Úgyhogy tényleg nagyon nagy dolog az, hogy
komoly összefogás van a helyi szőlőhegyiek, a szőlőhegyiek, a dombováriak, illetve a horvát önkormányzat segítségével. Hát évről évre mindig tudunk valamit alakítgatni, illetve ami megrongálódik, tönkre megy, az pedig megjavítani, vagy kicserélni. Dombovár szőlőhegyen, tehát a több száz éves Szent Anna kápolnára minden bizonnyal még hosszú élet vár.